Füli János, Tolna vármegye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője is megtekintette a Gerényi lakóparkban elkészült ingatlant az értékesítő által meghirdetett nyílt nap keretében. Jelenleg 4 ház készült el, és újabb 4 építése kezdődött meg a területen. 5 évvel ezelőtt polgármester úrral még itt csak ábrándoztunk, meg rajzokat nézegettünk, hogy lehetne itt telkeket kialakítani, hogy tudnánk ide majd az atomerőműépítés kapcsán is kihozni munkavállalókat, hogy tudnánk a népességet növelni, szóval óvoda, iskola, mindennek ugye más a státusza, de akár csak a közös önkormányzat, vagy egyedi önkormányzat, minden függ attól, hogy növekszik-e a létszám. A lakosság létszámának növekedése pedig elkezdődött. A település önkormányzatához is számos megkeresés érkezik a lakóparkkal kapcsolatban, valamint szolgáltatók is szeretnének a jövőben helyet kapni a településen. Próbáljuk a szolgáltatási palettát majd bővíteni, a megtartáson túl nyilván. Többen kerestünk már üzletek, boltok nyitásával, egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatosan, hogy milyen lehetőséget tudunk a településen biztosítani, és hát nyilván megpróbáljuk az igényeket kielégíteni, akár telekértékesítéssel, akár ingatlan bérbeadásokkal és bármi egyébben, ami előre mozdítja a település fejlődését. A Gerjeni lakóparkban található telkek 650 négyzetméteresek, erre választható 117, illetve 154 négyzetméteres ingatlan, amelyek 550 ezer forintos négyzetméter ártól érhetőek el. Jelenleg a következő 4 háznak az építése kezdődik meg. A telkeke 650 négyzetméter körüliek, és akkor erre választható 2 típus terv, A és C típusú házakból lehet most választani. Ezek 117-150 négyzetméter közötti házak. Az ár tartalmazza a hideg, meleg burkolatokat, amit a tulajdonos egyénileg választhat ki, emellett szanitereket, szerelvényeket, lámpákat, valamint 70 négyzetméter térkövet is magába foglal a vételár, amit a vevő igényei szerint helyeznek el a telken. Az építető cég rugalmasan kezeli az igényeket. Az alap négyzetmétert úgymond megszabtuk, meghatároztuk, figyelembe vettük a kedvező hiteleket, a csokot, egyéb családtámogatási programot, ennek alapján határoztuk meg, de a belső falak azok teljes mértékben változtathatók, nyilván a jó ízlés határa és a szakmaiság megtartása mellett. A hagyományos téglafalazatú épületek alacsony rezsiköltséggel tarthatóak fenn, köszönhető ez például a hőszivattyús padlófűtésnek. Az ingatlanok energiabesorolása BB, azaz közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő épületek a Gerjeni lakóparkban elkészült házak.